Szeptember 23-án pénteken délután a régi Jászkürt fogadó épületében kiállítás nyílt. A Csányi Alapítvány operatív igazgatója nyitóbeszédében elmondta, az alapítvány tulajdonába került az épület. A Jászkürt egyik legrégebbi épülete, nagy műgonddal helyreállítottuk, és tettünk egy ígéretet annak idején a városnak, illetőleg a térségnek, hogy ez egy nyitott intézmény lesz, és az is, hiszen már több közös rendezvényünk is volt a várossal, itt az udvarban, és azt ígértük, miután ez egy kiállító tér volt korábban is, ez a kicsi galéria, hogy a jövőben ez a városnak, és nyilván az alapítványnak is lehetőséget fog teremteni arra, hogy kiállításokat szervezünk. Szabó Roland festőművész az alapítvány egyik mentora, és mestere Cserman Sándor művésztanár alkotásait láthattuk a közösségi ház kiállító termének falain. Ez egy nagyon különleges alkalom számunkra is, mivel ez az alapítványnak az első olyan kiállítása, ahol az alapítványon belül dolgozó mentornak a képei is megjelennek. Ezt be is mutatták a kiállítás megnyitón. Zenélt a Csányi Band, és az alapítvány kreatív íróinak egyik verse is elhangzott. Keserű sorok kerülnek papírra. Keserű kortyok mellett keserű húrpendül csapdalra. A kiállítás képeiből voltak, amelyek egyenesen az alapítvány kaposvári közösségi házából érkeztek Jászberénybe. A szervezők elmondták, céljuk az volt, hogy az országot átívelően tudják bemutatni a műveket. De milyen képeket láthattunk? A 2008-as képeim, korai képeimtől, amik olajfestékkel és ilyen nagyon merev, ilyen pixel struktúrával készülő képektől, egészen az idei 2022-es akvarell vázlatokig lényegében sok minden megtalálható. A festőművész elmondta, amikor alkot, nem tudja kivonni magát a környezete alól. Az, hogy az adott mű festése előtt, közben milyen hatások érték, a képeiben felfedezhető. Én azt szeretném elérni, hogy egy kicsit álljunk meg és gondolkodjunk el azon, hogy a hétköznapoknak a forgatagából, vagy ebből a mókuskerékből egy kicsit tudjunk kitekinteni, egy kicsit tudjunk körülnézni. A kiállításon Cserman Sándor művésztanár képei is megtekinthetőek. Tussal vagy vegyes technikával készült alkotásokat láthattunk tőle. Témájuk pedig a nő. Egész egyszerűen azért, mert a teremtés egyik legszebb motívuma és a képzőművészetnek örök témája a nő. Ezek a képek is javarészt ezt tükrözik. A művésztanár elmondta, úgy gondolja, pusztán fekete vonallal is kifejezhető bármi. Csak úgy kell alkotni, hogy a témában lássuk a szépet. Tudhatni. Pusztán a vonal és a fekete vonal és a fekete folt, hogyha az úgy van elhelyezve.